Egy francia és egy svéd laboratórium is megerősítette, hogy Alexej Navalnyit a novicsok nevű idegméreggel mérgezték meg, közölte hétfőn a német kormány. A német hadsereg vegyi fegyver szakértői már másfél héttel ezelőtt kimutatták, hogy az orosz ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett novicsokkal mérgezték meg. Alexej Navalnyi augusztus 20-án rosszul lett és kómába esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. Néhány nappal később egy omszki kórházból Berlinbe vitték, azóta is ott ápolják. Stefan Seibert német kormányszóvivő bejelentette, hogy a 44 éves orosz ellenzéki vezető mintáit a vegyi fegyver tilalmi szervezetnek is megküldik. Egyben felszólította az orosz vezetést, hogy tisztázza a történteket. Oroszország továbbra is azt állítja, hogy nincs bizonyíték Navalnyi megmérgezésére. Привет, пошли с нами.